kicsikre, nem figyelt, a nagyokra nem hallgatott. Azt hitte a kis buta, hogy okosabb, mint a nagyok. Közös énekléssel köszöntötték az óvodások vendégeiket a Virág utcai óvodában szerda reggel. Rendőrök, tűzoltók és mentősök lepték el az óvoda udvarát. Az óvoda játszóterén, ami a hétköznapokban gyermekzsivajtól hangos, különböző közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési állomásokat alakítottak ki, ahol a gyerekek nagy figyelemmel és érdeklődéssel tanulhattak a szakemberektől. Fedor Ildikó tagintézmény vezető elmondta, ez a kapcsolat a védelmi szervekkel már 10 éves múltra vezethető vissza. Ez a nap nagyon-nagyon kedves a gyermekeink számára, nagyon kedves az óvodapedagógusok számára, hiszen mindannyian nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket biztonságba tudhassuk. Ezen a napon itt megismerkedhetnek azokkal a járművekkel, akik a biztonságunkért igen sokat tesznek. Nagyon-nagyon szeretik ezt a napot. Sok olyan feladattal készülünk ezen a napon, ami a gyermekeket, az ismereteiket bővíti, vagy éppen elmélyíti. A kresszpályának köszönhetően a gyerekek különböző méretű kerékpárokkal tudják gyakorolni a kressz szabályait, a gyalogos átkelést vagy éppen a jobbkész szabályt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság kollégái kerékpáros ügyességi versennyel, kressztotóval és bűnmegelőzési előadásokkal készültek. Nagyon fontos a rendőrség részéről, hogy a gyerekeknek a preventív nevelésére történjen a nevelés. Már gyerekkorban igyekszünk elkapni a gyerekeket, és erre az útra, a jó közlekedés útjára nevelni. Ezért fontos a rendőrség részéről, hogy az óvodákkal, iskolákkal szoros kapcsolatokat tartsunk. Varga Béla tűzoltó ezredes a rendezvényen kiemelte. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem laktanyája mindig nyitva a gyerekek előtt. A jövő tervei között egy ifjúsági centrum létrehozása is szerepel a laktanyán belül, ahol a gyerekek még részletesebben megismerkedhetnek a katasztrófavédelem szakembereinek munkájával. Mindenképpen kihoztunk egy fecskendőt, amit a gyerekek nagyon szeretnek beleülni, nagyon szeretik az abban lévő eszközöket megnézni, megfogni, kipróbálni. Hát egy picikét még a déjusugarat is a kezükbe tudjuk adni, és akkor a gyerekek egy picikét tudnak vele játszani, kicsit lehet locsolni is. Hát most az időjárás sajnos nem engedi meg, hogy habot csináljunk a gyerekeknek, de amikor nagyon jó az idő és jó meleg van, akkor egy hatalmas nagy habfürdőt is szoktunk csinálni. Bár a habfürdő elmaradt, de a gyerekek kedvét sem vette el a mai naptól, és persze attól sem, hogy jövőjüket akár tűzoltóként, rendőrként vagy mentősként képzeljék el. Marci, neked mit tetszik a mai napban a legjobban, és mi szeretnél lenni, a nagy leszel? Mentős. Miért szeretnél mentős? Mert apa is mentős, és segít a betegeken. Annika, neked mit tetszik a mai napban a legjobban? Hát, hogy nagyon sok minden van, és lehet játszani sokat. Mi a kedvenced a mai állomásokon belül? A rendőrautó, meg a tűzoltóautó. És mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? A rendőrlány. A mai napon 175 gyermek tanulhatta meg a közbiztonság és a bűnmegelőzés szabályait, illetve ismerhette meg a biztonságos közlekedés alapjait.